not quite as many as we were this morning, but most of you have come back, and I praise the Lord for that. Nem vagyunk olyan sokan, mint ma reggel, de legtöbben visszajöttetek, hála legyen ezért az Úrnak. We are studying together the most important work ever entrusted to human beings. Együtt tanulmányozzuk azt a munkát, amit ránk bízott Isten. And what is that? És mi ez? Character building is the most important work ever entrusted to human beings. A jellemépítés a legfontosabb munka, amit az emberre bíztak. And never before was its diligent study so important as now. És soha nem volt ilyen fontos a lelkiismeretes tanulmányozás, mint most. Why so important now? Miért ilyen fontos ez most? Because the king is coming soon. Mert a király hamarosan visszajön. Yes. You believe that? Igen, elhiszitek. There are some Adventists here today. Ma van itt néhány adventista. I believe, my friends, with all of my heart, that Jesus is coming very soon. Tiszta szívemből hiszem, barátaim, hogy Jézus hamarosan visszajön. And I believe there's a very important work for us to do. És azt is hiszem, hogy nagyon fontos munkát kell elvégeznünk. We must prepare our own lives. El kell készíteni saját életünket. And we must take the gospel to every nation, kindred, tongue and people. És minden népnek, nyelvnek, nemzetnek el kell vinni Isten igéjét. But please remember, we said it this morning and I'll say it again. De kérlek, emlékezzetek arra, amit ma reggel mondtam, és újra elmondom nektek. The successful accomplishment of both of those tasks depends upon the same thing. Hogy mindkét dolognak a megvalósulása ugyanazon dolgon múlik. The development of a Christ like character. A Krisztus jellemének kialakítása magunkban. Why? Miért? Because we can be neither effective witnesses for the king nor fit citizens for his kingdom unless we have a Christ like character. Mert hogyha nincs bennünk Istennek a jelleme, nem lehetünk sem jó tanúi Istennek, sem pedig méltó polgárai. And my friends, it takes time to become Christ-like in character. És sok időbe telik Krisztus jellemét kialakítani. Please don't underestimate the amount of time it takes. Ne becsüljétek alá azt az időt, amennyibe telik. We're going to study this afternoon what character is. Ma azt fogjuk tanulmányozni, hogy mi a jellem. But before we open the Bible, what must we do? De mielőtt megnyitjuk az igét, mit kell tennünk? You use the memory device. Használjátok az emléketeket. Before we open the Bible, what must we do? Mielőtt kinyitjuk az igét, mit kell tennünk? We must pause to open the door of our heart. Ki kell nyitnünk szívünk ajtaját. And say, come in, heavenly guest, please, come in. És azt kell mondanunk, hogy a menny jöjjön ismét ide. Remember, ask, and it shall be given. Emlékezzetek, hogy kérjetek, és adatik. Please know, Jesus wants to give us his spirit. He wants to. Tudatosítjátok magatokban, hogy Isten akarja adni a szent lelkét. But he never forces anything on anyone. De soha nem erőltet senkire semmit. We must choose to receive his gifts. Azt kell, el kell fogadnunk az ő ajándékait. That's why he says, ask and it shall be given. Ezért mondja azt, hogy kérjetek és adatik. But we seldom ask, my friends. De hogyan kérjünk? We need to do that just now. Ezt most kell megtennünk. Again, my sister and I are going to kneel for a few moments of silent prayer. Testvérem és én letérdelünk pár percre csendben. And we invite you to join us. És kérjük, hogy csatlakozzatok hozzánk. Let's do that. My Father in heaven, I thank you so much. Mennyei Atyám, köszönöm neked. For sending your spirit to fill our hearts just now. Hogy elküldött hozzánk a te szent lelkedet a szívünkbe. We need the discerning power of your Holy Spirit. Szükségünk van a te szent lelked erejére. Without your help we cannot learn the truth to the point of experiencing its liberating power. A te segítséged nélkül nem tudjuk megtanulni azokat az igazságokat, amelyek szabadságot nyújtanak lelkünknek. And we want to be more like Jesus for having spent this time together. És egyre jobban szeretnénk Jézushoz hasonlítani azáltal, hogy itt most együtt vagyunk. So please come into our hearts and work a miracle just now. És kérünk ezért, hogy te költözz a szívünkbe és te tégy csodát itt. Make it possible for us not only to grasp the truth with the intellect. Hogy ne csak az értelmünkkel értsük meg az igazságot. Help us to embrace it with the affections. Hanem tudjuk megragadni az érzelmeinkkel is.
And most importantly, help us to yield our wills to the truth. És legfontosabb, hogy tudjuk magunkat a te igazságodnak alávetni. We choose to let the truth take control of our lives. Hogy bárcsak az igazság a mi életünkben maradhatna. Jesus is the truth. Jézus az igazság. We want him to be Lord of our lives. És azt akarjuk, hogy ő legyen a mi életünk ura. We want to be more like him for having studied together. Egyre jobban akarunk hozzá hasonlítani azáltal, hogy tanulmányozzuk az igét. Grant our prayer, for we ask it in Jesus' name. Jézus nevében köszönjük. Amen. This morning we were looking at Isaiah chapter 60 and verses 1-3. Ma délelőtt Ézsaiás könyve 60. részéből az első három verset tanulmányoztuk. And we came to realize that when we reflect the character of Christ, és arra megállapításra jutottunk, hogy amikor visszasugározzuk Krisztus jellemét, what will happen? Akkor mi fog történni? Gentiles will come to your light. Népek jönnek a te fényességedhez. Gentiles, who are Gentiles? Népek, kik ezek a népek? Please know that's the code word in scripture for unbelievers. Tudni kell, hogy ez a jelző azokra vonatkozik, akik hitetlenek. Unbelievers will respond and they will be drawn to the source of the light. A hitetlenek oda fognak jönni a fény forrásához. They will be drawn to what? Hova fognak jönni? The source of the light. A fénynek a forrásához. You see, we are only mirrors. Tehát mi csak tükrök vagyunk. And we draw people, but we direct them back to the source of the light. Tehát mi vonzuk az embereket, ugyanakkor irányítjuk őket a fény forrásához. We have to be careful not to just draw them to ourselves. Tehát arra kell vigyázni, hogy ne csak magunkhoz vonzuk őket. We are only shining by the reflected light that comes from Christ. Mi csak azt a fényt tudjuk sugározni, ami Istentől, Krisztustól jön. And as people are attracted to the love they see in us, az embereket az a szeretet vonzza, amit bennünk látnak. Let's make sure they know that we love them because Christ loves them through us. De őket is tudatosítani kell, vagy meg kell mondani nekik, hogy mi csak azt a szeretetet sugározzuk, ami belénk Krisztustól jön. When we can truly love people, my friends, amikor mi igazából szeretünk embereket, the way that Jesus loves us, ahogyan Jézus szeret minket, our witnessing will become powerfully effective. A mi tanúságunk nagyon erőteljes lesz. Let me read a statement to you. Olvasok nektek egy. It's found in Christ Object Lessons, page 340. 340. oldal Krisztus példázataiból. Character is power. A jellem erő. I like that. Nagyon tetszik ez. Do you want power in your Christian witnessing? Akartok erőt a ti tanúságotokhoz? Yes? What's the secret? Mi a titok? It's a Christ-like character. A Krisztushoz hasonló jellem. Character is power. A jellem hatalom, erő. The silent witness of a true, unselfish, godly life. Az igaz és hasznos tanúságnak a titka carries an almost irresistible influence. Az ellenállhatatlan befolyás. I like that. Tetszik ez nekem. What has an almost irresistible influence? Tehát minek van egy ellenállhatatlan hatása? The witness of a true, unselfish, godly life. Az önzetlen és igaz isteni életnek. By revealing in our own life the character of Christ, hogyha Krisztusnak a jellemét megmutatjuk az életünkben, we cooperate with him in the work of saving souls. Akkor együttműködünk a lelkek megmentésében vele. Did you understand that? Értitek ezt? What is the only way we can cooperate with Christ in the work of saving souls? What is it? Tehát hogyan tudunk együttműködni Krisztussal a lelkek megmentésében? It's by revealing his character in our life. Úgyhogy a mi életünkben bemutatjuk az ő jellemét. Revealing a Christ-like character is not optional to effective witnessing. It is what effective witnessing is all about. Tehát ez nem egy választás, hanem erről szól maga a tanúság. Listen. Figyeljetek. And excuse me, it is only by revealing in our life his character that we can cooperate with him.
Tehát csak ezáltal tudunk vele együttműködni. There's no other way. Tehát nincs más módja. This is the way we witness. It's revealing his character. Tehát úgy tudunk tanúságot tenni róla, hogyha bemutatjuk az ő jellemét. I read on. Még egyszer tovább olvasom. And the wider the sphere of our influence, the more good we may do. És annál szélesebb befolyást tudunk tenni, minél jobban elmélyedünk ebben. When those who profess to serve God follow Christ's example, amikor azok, akik szolgálják Krisztust, bemutatják Krisztust, practicing the principles of the law in their daily life, és a mindennapi életükben követik az ő törvényeit, when every act bears witness that they love God supremely, akkor azt mutatják be, hogy mindenek fölött Istent szeretik, and their neighbor as themselves, és a szomszédaik is megkérdezik maguktól, then, mikor, will the church have power to move the world? Akkor fogja az egyház megmozgatni a világot. My friends, we need that power. Szükségünk van erre az erőre. We have three angels' messages to give. Három angyal üzenetet kell átadnunk. Some of you say, well, we've been giving those for 165 years now. Sokan azt mondjátok, hogy már nagyon régóta átadjuk ezeket az üzeneteket. Yes, that's true. Igen, ez így van. But my friends, if you read closely, there's going to be a repetition of the three angels' messages. De hogyha közelebbről elolvassuk, akkor ez egy ismétlés lesz. It's covered in Revelation chapter 18. It's called the loud cry. A Jelenések könyve 18. fejezetében olvassuk ezt, ez a hangos kiáltás. And the loud cry is given with great power. Why? És a hangos kiáltás erősen szól. Miért? Because the people who are giving it are Christ-like in character. Mert azok, akik átadják az üzenetet, azok Krisztus jellemét tükrözik vissza. That's what makes it loud. Ezért hangos. It's not loud because people are shouting it. Nem azért hangos, mert kiabálják ezt az emberek. It's loud because they're living it. Azért hangos, mert megélik. Amen. Their lives reveal the character of Jesus. Az emberek bemutatják Krisztus jellemét. So when their mouth speaks of what God can do to change us, their lives prove that that's true. Tehát amikor arról beszélnek, hogy Isten mit tud velünk tenni, akkor az életükben ezt bemutatják. Amen. Amen. My friends, when we talk about the ability of Christ to change us, but we're still selfish. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Krisztus meg tud bennünket változtatni, de mégis önzőek vagyunk, can we expect people to believe us? Elvárhatjuk az emberektől, hogy higgyenek nekünk? No, of course not. Természetesen nem. So what gives our message power? Tehát mi ad a mi üzenetünknek erőt? It's a transformed life. Egy átalakult élet. Amen. When our lives manifest the power of God to change us, it ratifies what our mouths say. Tehát amikor megéljük azt, hogy Krisztus megváltoztatja, akkor hitelesek a szavaink. What I want to do this afternoon, amit ma délutánra terveztem, is to define character very clearly. Nagyon pontosan definiáljuk a jellemet. You see, if character building is the most important work ever entrusted to human beings, tehát hogyha jellemépítés a legfontosabb munka, amit valaha emberre bíztak, I insist we have to know exactly what character is. Úgy gondolom, tudnunk kell pontosan, hogy mi az a jellem. How can you build something if you don't know what it is? Honnan tudjuk, hogy kell valamit fölépíteni, ha nem ismerjük azt? What is character? Tehát mi a jellem? You see, that's one of those words we use very freely and frequently. Az a szó, amit nagyon gyakran és nagyon szabadon használunk. But very few people know exactly what character is. De nagyon kevés ember tudja pontosan, hogy mi az a jellem. What is character? Mi a jellem? I looked this up in the dictionary not too long ago. Megnéztem egy szótárban nem olyan régen. From Webster, Webster's dictionary. A Webster szótárban. Character. The peculiar qualities impressed by nature or habit on a person. A természet vagy a szokások által gyakorolt hatalom az emberen. Which distinguish him from others. Ami megkülönbözteti őt másoktól.
Interesting. Nagyon érdekes. The peculiar qualities impressed, that's an important word. Tehát nagyon fontos az, hogy ami benne van az emberben. By nature or habit. A természet vagy a szokás által. Now if the spirit of prophecy were communicating this, what language would she use? Tehát hogyha a prófétaság lelke mondaná ezt, akkor mit használna rá? Instead of nature or habit, what language would she use? A természet vagy a szokás helyett mit mondana? Inherited and cultivated. Örökölt és tanult. She uses those words very often, doesn't she? Gyakran használ ezt a két szót, nem? That's the way she would say this. Ezt mondana. Our inherited and cultivated tendencies make us unique, my friends. A tanult és az örökölt szokásaink tesznek minket mássá. And they have much to do with our character. És sok mindent tehetnek a jellemünkért. They make us different from everyone else. Megkülönböztetnek minket másoktól. That's a good start, but I want to get more biblical and more simple. Ez egy jó kezdet, de lássuk, hogy a Bibliában mi van, és ez egyszerűbb. Turn with me to Proverbs chapter 23. Példabeszédek könyve 23. fejezeténél nyissuk ki a Biblián. Proverbs chapter 23. Példabeszédek 23. fejezet. And verse 7. Hetedik vers. For as he thinks in his heart, so is he. Mert amint aki számítgatja a feladatot magában, olyan ő. Very interesting. Nagyon érdekes. What is the wise man telling us here? Mit mond nekünk ez a bölcs ember? What is it that makes us what we really are? Tehát mi tesz minket olyanná, milyenek igazából vagyunk? It's as we think in our hearts. Tehát ahogyan a szívünkben gondolkodunk. Now, let me share something with you here. Hadd osszak meg veletek valamit. In the original language, az eredeti nyelvben, the Hebrew word that is translated heart, tehát az a héber szó, ami szívnek van fordítva, would actually be better translated soul. Jobb léleknek fordítani. Do you have soul in your translation or is it heart? No. It's heart. No. It would be better translated soul. Tehát jobb, hogyha léleknek fordítjuk. And what is soul? Tehát mi a lélek? It is that which combines our intellect and our affections. Tehát ez összekapcsolja az értelmünket az érzelmeinkkel. Our intellect and our affections, our mind and our heart. A gondolatunkat és a szívünket. In other words, the wise man is telling us it's what goes on in the privacy of the intellect and the affections. Tehát azt mondja ez a bölcs ember, hogy ami a gondolatainkban és az érzelmeinkben végbe megy. That makes us what we really are. Azt tesz minket azzá, amik igazából vagyunk. You see, character is something deeper than our words and actions. Tehát azt láthatjuk, hogy a jellemünk az több vagy mélyebb dolog, mint a cselekedeteink vagy a gondolataink. It's very possible for us to act like we are very positive about something. Nagyon egyszerű, nagyon könnyű dolog úgy cselekedni, amiről meg vagyunk győződve, hogy jó. I can say to this young lady, it's so good to see you. Mondhatom neki, hogy olyan jó téged látni. But what am I actually thinking in my heart? De mit gondolok valójában a szívemben? I'd like to hit her. Jaj, szeretném megütni őt. She doesn't know that. Ő ezt nem tudja. Because I'm saying it's so good to see you. Mert azt mondom neki, hogy de jó téged látni. You see, we can act like something we're not. Tehát látjátok, hogy cselekedhetünk úgy, amik igazából nem vagyunk. And that's exactly what the wise man is saying here. És pontosan ez az, amit a bölcs mond itt. Verse 6, read it with me. Hatodik vers. Do not eat the bread of a miser, nor desire his delicacies. Ne egyél az irigy szeműnek étkéből, és ne kívánd az ő csemegéit. For as he thinks in his heart, so is he. Mert amint kiszámítja a falatot magában, olyan ő. But what does he say? Tehát mit mond ő? Next line. Következő sor. Eat and drink, he says to you. Egyél és igyál, azt mondja te neked. But his heart is not with you. De az ő szíve nincs veled. Do you see what's going on here? Tehát látjátok, mi történik itt? There's a very real difference between how he's talking and acting and how he really
thinks and feels towards you. Tehát nagy különbség van a között, ahogyan cselekszik irányodban, és ahogyan ő igazán érez felőled. He says, eat and drink of my food, but what's he thinking in his heart? Tehát azt mondja neked, hogy egyél, igyál az ételemből, de mit gondol az ő szívében? He doesn't want you to take it. He's selfish. He's a miser. Nem akarja, hogy vegyél belőle, mert irigy. As a man thinketh in his heart, so is he. Tehát ahogy az ember gondolkodik az ő szívében, olyan ő. My friends, barátaim, what is the activity of the intellect called? Hogyan cselekszik az értelem? Our thoughts. A gondolataink. What is the activity of the affections called? Hogyan cselekszenek az érzelmeink? Our feelings. Az érzéseink. Are we all together? Együtt vagyunk. The thoughts and feelings combined. A gondolatainkat, és hogyha az érzéseinket összeadjuk, make up the moral character. Akkor megkapjuk az értelmünket, lelkiismeretünket. I didn't just make that up, I quoted that. Ezt nem én találtam ki, ezt idéztem. You can put full confidence in that. Ebben teljesen megbízhattam. Testimonies, volume 5, page 310. Bizonyságtételek 5. kötetében, a 310. oldalon. I'll read it. Felolvasom. The thoughts and feelings combined make up the moral character. Tehát a gondolataink, és hogyha a gondolatainkat és az érzéseinket összeadjuk, akkor kapjuk meg az erkölcsi jellemünket. Is that clear? Világos. What is it that constitutes our characters, my friends? What is it? Tehát mi ez? It's our thoughts and feelings combined. Hogyha összeadjuk a gondolatainkat és az érzéseinket. Signs of the Times, June 30, 1881. Az 1881-es június 30-ai időkjeleiben. As a man thinketh in his heart, so is he. She's quoting Proverbs 23. Amilyen az ember az ő szívében, olyan ő, itt idézi a példabeszédek 23. fejezetéből. The thoughts and feelings cherished give direction to the conduct and thus determine the character. A gondolataink és az érzéseink együtt irányítanak minket, és így meghatározzák a jellemet. You see, as scripture says, keep the heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Tehát azt mondja, hogy a szívünkben. Out of it, keep the heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Mm-hmm. The things that we say and do. Tehát igazából a szívünk mutatja meg, hogy mi az, amit ahogyan gondolkodunk, amit csinálunk. Our conduct is determined by our thoughts and feelings. Az értelmünket, a cselekedeteinket az értelmünk határozza meg. But not only that, what else? De nem csak ennyi, még valami. Our character is determined by our thoughts and feelings, my friends. A jellemünket a gondolataink és az érzéseink határozzák meg. So whenever you hear the word character from now on, tehát ezentúl, hogyha halljátok azt a szót, hogy jellem, what are you going to think? Mire fogtok gondolni? Thoughts and feelings combined. A gondolataink és az érzéseink együttesen. Amen. Okay. Whenever you hear the word character, think thoughts and feelings combined. Tehát amikor halljátok, hogy jellem, akkor gondoljatok a gondolatokra és az érzelmekre. And from this morning study. És a ma reggeli tanulmányból. Whenever you hear the word glory, what are you going to think? Amikor halljátok azt, hogy dicsőség, mire fogtok gondolni? Character, right? When you hear glory, think character. Amikor halljátok, hogy dicsőség, gondoljatok a jellemre. And when you hear character, think thoughts and feelings combined. És amikor a jellemet halljátok, gondoljatok arra, hogy a gondolatok és az érzések együttesen. These are important points for our series that is following. Eznek nagyon fontos dolgok a továbbiakra nézve. Now, having defined character, most, hogy már definiáltuk a jellemet, how is it that we would become Christ-like in character? Hogy fogunk Krisztushoz hasonlóakká válni jellemünkben? How would we do that? Hogy tudjuk ezt megtenni? Please know that to become truly Christ-like in character involves a lot more than just learning to talk and act like he does. Tehát nem elég csak úgy cselekedni, ahogy ő cselekedett. If we
manage to talk and act like he does, but our heart isn't with us, what is that called? Hogyha sikerül azért úgy cselekedni és olyanokat tenni, ahogyan ő cselekedett, de a szívünk igazából nem ilyen, ezt hogy hívjuk? Hypocrisy. Képmutatás. Hypocrisy. Képmutatás. My friends, please know that to be a Christian certainly involves the change of behavior. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy megváltozik a magatartásunk. But that behavior can possibly be only hypocrisy if the heart hasn't changed with the behavior. De hogyha csak a magatartásunk változott meg, de a szívünk nem, akkor ez képmutatás. What does it really mean to become Christ-like in character? Mit jelent valójában Krisztushoz hasonlónak lenni jellemben? It involves learning to think and feel like Jesus does. Azt jelenti, hogy meg kell tanulni úgy gondolkodni és úgy érezni, ahogy Jézus teszi. Amen. It involves having a change of heart, a change of mind. Azt jelenti, hogy meg kell változtatni a szívünket, a gondolatunkat. Then when the mind is changed, our words and actions will change with it. És hogyha már a gondolataink megváltoztak, akkor a cselekedeteink ezzel együtt fognak változni. But it will be a genuine change. It won't be hypocrisy anymore. De ez egy őszinte változás lesz, és nem lesz több képmutatás. Please understand, to be a Christian involves being changed from the inside out. Tehát meg kell értenünk azt, hogy valóban kereszténynek lenni azt jelenti, hogy belül változunk meg. Did you hear that? Hallottátok? It involves being changed from where? Honnan kell megváltozni? From the inside out. Belülről kifelé. Do you know what most Christians are doing? I put that in quotation marks. Tudjátok, hogy mi, sokan hogy gondolják, mit jelent kereszténynek lenni idézőjelben? They're trying to make themselves Christians by changing their behavior. Sokan úgy próbálnak meg keresztények lenni, hogy megváltoztatják az ő viselkedésüket. They're trying to do and say the right things. Próbálják csinálni és mondani a helyes dolgokat. But my friends, if the heart hasn't changed, then that's only hypocrisy. De hogyha a szív nem változik meg, akkor ez csak képmutatás. What did Jesus call hypocrites? Hogyan hívta Jézus a képmutatókat? White-washed tombs. Mosott fehér sír. Sír, kimeszelt sír. White-washed tombs. Kimeszelt sír. What are they? Milyen ez? Oh, they're beautiful on the outside. Nagyon szépek kívülről. They have learned by ego motivation to keep their words and actions in harmony with the letter of the law. Megtanulták, hogy a betűhöz igazítsák az ő cselekedeteiket. But what's inside? De mi van belül? Full of dead men's bones and all corruption. Tele van halott csontokkal és korrupcióval. What's behind all of that quote good behavior? What is it? Mi van az idézőjelben jó cselekedetek mögött? It's a selfish heart. Egy önző szív. My friends, do hypocrites make good Christian witnesses? A képmutatók jó keresztény szent tanúk. No, they don't. Nem ők, nem azok. More on that later. Később majd erről szólok. To become truly Christ-like is to have a change of mind. Valóban Krisztusinak lenni azt jelenti, hogy a gondolatainkat kell megváltoztatni. Philippians chapter 2 verse 5. Filippi beliekhez írt levél második fejezet 5. vers. Let this mind be in you that was also in Christ Jesus. Philippians chapter 2 and verse 5. Filippi beliekhez írt levél második rész 5. vers, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. We are to be transformed by the renewing of our minds. Romans 12:2. Úgy tudunk csak megváltozni, hogyha a gondolatainkat változtatjuk meg. You see, Jesus changes us, yes, but he changes us from the inside out. Tehát Jézus valóban megváltoztat minket, de belülről kifelé változtat meg. He changes our
thinking. A gondolkodásunkat változtatja meg, és az érzéseinket. And that changes our words and actions, but it's a genuine change. És ez változtatja meg a cselekedeteinket, de ez egy valódi változás. Oh, my friends, I want to become Christ-like in character. Én jellemben akarok Krisztushoz hasonló lenni. I want to be changed from the inside out. Belülről kifelé akarok megváltozni. Ministry of Healing, page 491. 491. oldala az egészségügy üzenetnek. We need a constant sense of the ennobling power of pure thoughts. A tiszta gondolatoknak az erejét nek kell tudatában lennünk. The only security for any soul is right thinking. Az egyetlen biztonság minden embernek a helyes gondolkodás. As a man thinketh in his heart, so is he. That's Proverbs 23, verse 7. És ismét idézi a 23. fejezetből, hogy amilyen az ember a szívében, olyan ő. The power of self-restraint strengthens by exercise. Tehát gyakorlatokkal tudjuk megváltoztatni. Gotta repeat that. The power of self-restraint strengthens by exercise. Tehát a gyakorlás tesz erősebbé. Please don't be discouraged here, my friends. Tehát ne legyetek bátortalanok. For many of us, this is very, very difficult at first. Először sokunknak nagyon nehéznek tűnik. But as we exercise the power to control our minds in the strength of Christ. De hogyha gyakoroljuk azt, hogy Krisztusban megerősödjön a mi jellemünk, it becomes stronger. Akkor erősebb lesz. Reading on. Tovább olvasom. That which at first seems difficult, ami először bonyolultnak tűnik, by constant repetition grows easy. A folyamatos gyakorlás által könnyű lesz. Until right thoughts and right actions become habitual. Amíg a helyes gondolkodás és a helyes cselekvés szokássá válik. They become what? Milyen lesz? They become habitual. Szokás lesz. We know what habits are, don't we? Tudjuk, mik a szokások, nem? But they're usually bad habits. De ezek általában rossz szokások. And oh, they have a stranglehold on us. És ezek erősen tartanak minket. But my friends, please know that we can make good habits. De tudatosítani kell magunkban, hogy jó szokásaink is lehetnek. We can train our minds to think and feel like Jesus does. Gyakorolni kell, és gyakorolni kell, hogy tudjunk úgy érezni és gondolkodni, ahogy Jézus. And as we do, our words and actions will reveal Christ. És ahogy a mi cselekedeteink megmutatják majd Krisztust. And the more habitually we do this, the easier it becomes. És minél inkább szokásként tesszük, annál egyszerűbb lesz. And I promise you it's worth it, my friends. It is infinitely worth it. És ígérem nektek, hogy ez megéri. Not only when Jesus comes, but even now it's worth it. Nem csak amikor Krisztus eljön, hanem most is megéri. You know, I have often said. Gyakran azt mondom, that even if Jesus didn't come and give us eternal life, tehát még hogyha Jézus nem is jönne el és adna nekünk örök életet, it would still be worth it to develop a Christ-like character here on earth right now. Még akkor is megéri most rögtön Krisztushoz hasonló jellemnek lenni. Did you hear what I said? Értitek, amit mondok? Even if there weren't the promise of eternal life, tehát még hogyha nem is ígérne örök életet, it would still be worth it to become Christ-like in character here and now. Még akkor is megérni Krisztushoz hasonló jellemünknek lenni itt és most. Why? Miért? Because my friends, a selfish person is never happy. Azért, mert egy önző ember sosem boldog. Never happy. Sosem boldog. It's only when we learn to love God supremely and our neighbors unselfishly that we can be happy. Csak akkor, amikor megtanuljuk Krisztus mindennek fölött szeretni, és a szomszédainkat, akkor lehetünk boldogok. And even if the only reward for becoming Christ-like in character was happiness here and now. Tehát, hogyha az egyetlen jutalom az lenne, hogy itt most boldogok vagyunk, it would be worth it. Akkor is megérni. But I praise God that it will be infinitely worth it when he comes. De áldom az Urat, hogy akkor lesz jó, amikor ő eljön. Amen. We will have eternal life to enjoy together. Örök életünk lesz majd.
What is our goal in character development, my friends? Tehát mi a célunk a jellemfejlesztéssel? Turn with me to 2 Corinthians chapter 10. Korintusiakhoz írt második levél 10. fejezetében. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. És fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Did you hear that? Hallottátok? This is our goal, my friends. Ez a mi célunk, barátaim. We are to learn to bring what? Megtanuljuk mit, hogy mit hoz. Every thought. Hogy minden gondolatunkat. Into captivity to the obedience of Christ. Hogy minden gondolat engedelmeskedjék a Krisztusnak. Every thought. Minden gondolat. Yes, every thought. Igen, minden gondolat. A little quiet out there right now. Ez most nagyon csönd van most. Every thought, my friends. Minden gondolatot. You see, we are told to keep the heart with all diligence. Tehát azt mondjuk, hogy engedelmességgel. But what does that really mean? De mit jelent ez valójában? That means to control every thought. Tehát ez azt jelenti, hogy minden gondolatunkat. And to bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Tehát minden gondolataink engedelmeskedjenek Krisztusnak. But my dear friends, please know that when we learn to do that, tehát figyeljétek, hogy amikor ezt megtanuljuk, what happens? Mi történik? We get the victory over all of our words and actions. Akkor győzedelmeskedünk minden kimondott szavunk és cselekedetünk fölött. Amen. Because the heart is the source of all we say and do. Mert a szívünkből jön ki minden, amit mondunk és cselekszünk. And when by God's grace we learn to govern our thought life, és amikor Isten megtanít minket arra, hogy az értelmünket irányítsuk, we gain complete victory over all of our words and our actions at the same time. Akkor ugyanakkor tudunk uralkodni a beszédünkön és gondolatainkon. And this isn't just hypocrisy anymore. This is genuine victory over our words and actions. És ez többé nem képmutatás, hanem valódi győzelem. Why? Miért? Because they are governed by a heart that is itself under the lordship of Jesus Christ. Mert egy olyan szívből származnak, ahol Krisztus uralkodik. And my friends, I cannot tell you how important it is for us to learn to do this. És nem is tudom nektek elmondani, hogy mennyire fontos ezt megtanulni. Especially as a people who are given a very important message to take to the whole world. Különösen számunkra, akiknek az bízatott, hogy elvigyünk egy üzenetet az egész világnak. What's that message called? Hogy hívják ezt az üzenetet? A little clue here. Itt egy kis segítség. The three angels' messages. A hármas angyali üzenet. Isn't that what we've been raised up to proclaim? Nem ezért vagyunk itt, hogy ezt hirdessük? Ah, yes. And we're to take it to every nation, kindred, tongue and people. És mindenkinek, mindenkihez el kell ezt juttatni. Turn with me to Revelation 14. Nézzük meg a Jelenések könyve 14. részt. Revelation chapter 14. Jelenések könyve 14. rész. Verse 6. I saw another angel flying in the midst of heaven. És látték más angyalt az ég közepén repülni. Having the everlasting gospel. Akinek volt az örökkévaló evangélium. Please notice what does the angel have? Tehát figyeljük meg, mi van az angyalnál. The everlasting gospel. Az örökkévaló evangélium. I can't give that enough emphasis, my friends. What does the angel have? Tehát nem tudom eléggé hangsúlyozni, mi van az angyalnál. The everlasting gospel. Az örökkévaló evangélium. Only when we have the everlasting gospel can we give the three angels' messages. Tehát, hogyha nálunk van az örökkévaló evangélium, csak akkor tudjuk továbbadni a hármas angyali üzenetet. What are the three angels' messages all about? Miről szól a hármas angyali üzenet? A judgment. Ítélet. Is that good news for people? Ez jó hír az emberek számára?
Not usually. Nem mindig. Not unless they first know the everlasting gospel. Addig nem, amíg nem tudják, nem ismerik az örökkévaló evangéliumot. When they know that Jesus Christ has suffered for their sins. Tehát amíg nem tudják, hogy Jézus Krisztus az ő bűneikért szenvedett. And will give to all who come to him by faith. És mindenkinek, aki ő hozzájön, majd adni fog. His own personal righteousness. Az ő saját igazságát. And will justify them on the basis of his righteousness. És az ő igazsága szerint fogja őket megítélni. Then judgment is good news. És ez jó hír az embereknek. It's not bad news, it's good news. Ez nem rossz hír, hanem jó hír. My friends, I cannot overemphasize the importance of having the everlasting gospel first. Tehát nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy először az örökkévaló evangéliumnak kell meglenni. And then, in that context, what can we do? És aztán így mit tudunk tenni? We can preach the three angels' messages. Akkor taníthatjuk a hármas angyal üzenetet. Having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Akinél van az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Saying with a loud voice. Mondja ezt hangos szóval. Fear God. Féljétek az Istent. And do what? És mit csináljatok? And give glory to him. És néki adjatok dicsőséget. Do what? Mit? Give glory to God. Dicsőséget adni Istennek. You know, so many of us know this by heart. We've memorized it. Tehát sokan közünk ezt kívülről tudjuk, megtanultuk. And we don't really know what it means to give glory to God. De nem is tudjuk, hogy mit jelent igazából, hogy dicsőséget adni Istennek. But now, of course, all of you know, don't you? De most természetesen mindenki tudja, ugye? Don't you? Use your key. Használjátok a kulcsot. That exegetical key that we gave you, that Bible study key. A Biblia tanulmányozásához való kulcsot. What does glory mean? Tehát mit jelent a dicsőség? Has to do with God's character. Krisztus Isten jelleme. So what would we be telling people to do if we would tell them to give glory to God? What would we be saying to them? Tehát mit mondunk az embereknek, ha azt mondjuk, hogy adjatok Istennek dicsőséget? Reveal God's character in your own life. Mutasd meg Krisztus jellemét saját életedben. Amen. Amen. Now my friends, I have a question for you. Tehát most kérdeznék valamit. If you are not yourself doing that? Tehát hogyha te magad nem csinálod ezt, can you expect people to take you very seriously? Elvárhatod másoktól, hogy ezt vegyék komolyan? I mean, it's obviously not important to you, so why would it be important to me? Tehát szemmel láthatóan ez számodra nem fontos, akkor nekem miért kellene, hogy az legyen? It's not going to make a difference in anyone's life unless the people who proclaim the message are Christ-like. Tehát senkinek nem fog ez őszintén hatni, hogyha mi magunk nem mutatjuk be Krisztust. This is why it's a loud cry. Ezért hangos üzenet ez. Look at verse 8, chapter 18. Nézzük meg a 18. fejezetet. Verse 1. Első vers. After these things I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with his glory. És ezek után látték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. This is the loud cry, my friends. Ez a hangos kiáltás, barátom. And why is the world filled with why does this angel have great authority? És miért van ennek az angyalnak nagy hatalma? Because the world is illuminated with his glory. Mert a föld fénylik annak dicsőségétől. It's because the people who proclaim this message are revealing the character of Jesus. Mert azok, akik képviselik ezt az üzenetet, Jézusnak a jellemét mutatják be. That's what makes the message powerful. Ez teszi erőteljessé ezt az üzenetet. And it's not until we reveal the character of Jesus that the message will ever have power, my friend. És nem lesz soha ennek az üzenetnek ereje, hogyha mi magunk nem mutatjuk be. Do you see why it's so important? Tehát értitek, miért olyan fontos?
To study how to become Christ-like in character. Tanulmányozni, hogyan válhatunk Krisztus jellemének tulajdonosaivá. Not only our own preparation to go home with Jesus is involved. Ez nem csak azt jelenti, hogy magunkat felkészíteni, hogy Jézussal hazamegyünk. But our ability to finish the work he's given us to do is involved. Hanem benne van ez is, hogy befejezzük azt a munkát, amit ő ránk bízott. We must become Christ-like in character, my friends. Muszáj Krisztushoz hasonlóvá válnunk jellemben. What does it mean to give glory to God? Mit jelent dicsőséget adni az Úrnak? Bible Commentary, Volume 7, page 979. 979. oldala a Biblia kommentárnak. Written by Ellen White. Amit Ellen White írt. Listen. Figyeljetek. To give glory to God. Istennek dicsőséget adni. Is to reveal his character in our own. Azt jelenti, hogy bemutatjuk az ő jellemét saját magunkon. And thus make him known. És így ismertetjük őt meg. And in whatever way we make known the Father or the Son, we glorify God. És bárhogyan is mutatjuk be őt, mi dicsőítjük Istent. What does it mean to glorify God? Tehát mit jelent Isten dicsőíteni? It means to make him known. Tehát őt ismertté tenni, őt megismertetni. In whatever way we can. Akárhogyan is tudjuk. You see, that's what we were created to do. Tehát ezért teremtettünk. Why did God make man? Miért készítette Isten az embert? He made us to reveal his glory. Azért, hogy bemutassuk az ő dicsőségét. Isaiah. Ézsaiás. Please understand this. Isaiah 43. Ézsaiás 43. fejezet. And verse 7. 7. vers. Everyone who is called by my name. Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik. Whom I have created for my glory. Aki dicsőségemre teremtettem. Why were we created? Tehát miért teremtettünk? We were created to reveal what God is like, my friends. Hogy bemutassuk, hogy Isten milyen. This is why God made us how? Ezért csinált minket Isten. In his image, according to his likeness. Ezért teremtett Isten az ő képmására. Everything we were to say and do was to reflect beautifully the character of our maker to everyone who watched us. Tehát ezért a mi gondolatainkkal és a mi cselekedeteinkkel, szavakkal be kell mutatnunk, hogy ő milyen. But when man fell, what happened? De amikor az ember elbukott, mi történt? He became selfish in nature. Önző lett az ő természetében. Before the fall, az elbukás előtt, everything he did naturally glorified God. Minden, amit tett, természetéből fakadóan Istent magasztalta. After the fall, és a bukás után, everything man naturally does gratifies self. Minden, amit az ember természetéből fakadóan tesz, az önző. Sin has deprived us of our marvelous purpose for creation, my friends. A bűn eltávolított minket. And so what did God do? És mit csinált Isten? He sent our creator to be our savior. Elküldte a teremtőt, hogy legyen a mi megmentőnk. Amen. The same one who made us in his image was sent to restore in us his image. Az, aki a mi jellemünket teremtette, elküldetett, hogy visszaállítsa ugyanazt. Does he have the power to do that? Megvan az ő hatalma, hogy ezt megtegye? Oh, yes. Persze. But we must place ourselves in his hands and diligently cooperate with him in the process. De a kezébe kell helyeznünk magunkat, és vele együtt kell működnünk ebben. Did you hear that? Hallottátok? That's the important part, my friends. Ez a fontos része a dolognak. There's no question as to whether God can remake you in his image. Ez nem kérdés, hogy Isten vajon újjá tud-e minket teremteni. The only question is whether or not we will allow him to do that. Az egyetlen kérdés, hogy vajon mi megengedjük-e, hogy ezt megtegye. Amen? You see, God doesn't just force anything on anyone. We must choose to have it happen. Isten nem erőltet senkire semmit, azt kell választanunk, hogy ez megtörténjen.
And how do we choose to be changed? És hogyan választhatjuk, hogy megváltozzunk? We can't change ourselves. Magunkat is megváltoztathatjuk. We must be changed. De meg kell változnunk. By the power of the Holy Spirit. A Szentlélek által. But my friends, how is it that we cooperate with the transforming power of the Holy Spirit? How? De hogyan tudunk együttműködni az átalakításban? By behold glory of the Lord. Úgyhogy dicsőséget adunk Istennek. Amen. This is not optional. This is absolutely necessary. Tehát ez nem csak egy választás, ez elengedhetetlenül fontos. Does God want to change us? Isten meg akar változtatni minket. Look at the cross. Nézzetek a keresztre. He died so that he could change us. Meghalt azért, hogy meg tudjon minket változtatni. That's how much he wants to change us. Ennyire meg akar minket változtatni. Is he able to do that? Meg tudja ezt tenni? Yes, he's God. Igen, Isten. So what's the only issue then? Tehát mi az egyetlen üzenet? It's whether or not we want to be changed. Hogy mi vajon akarunk-e változni? Amen. And how do we prove that we want to be changed? És hogyan bizonyíthatjuk, hogy akarunk változni? By cooperating with him in the transformation process. Azzal, hogy együttműködünk vele a változtatásban. How? Hogyan? By choosing to behold the glory of the Lord. Azzal, hogy dicsőséget adunk az Úrnak. And that's not just one day a week on Sabbath. És ez nem csak egyszer egy héten szombaton. That's not even for a few minutes in the morning and the evening for morning and evening worship. És ez nem is az, hogy néhány perc reggel vagy este. That's learning to keep our mind's eye constantly on Jesus. Azt jelenti, hogy meg kell tanulni állandóan tekintetünket fölemelni rá. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Krisztusra kell nézni, a kezdetére és bevégzőjére a mi hitünknek. That's our motto. Ennyi. That must become more than our motto. That must become our magnificent obsession. De nagyon ebben kell élnünk, hogy ezt kell tennünk. Keep our eyes on Jesus. Krisztusra kell emelni tekintetünket. More on that later, my friends. De erről majd később. But it's only as we do that. És amint ezt tesszük, that the Holy Spirit can change us. A Szentlélek meg tud minket változtatni. And it's only as we're changed. És csak így tudunk megváltozni. That our Christian witness has power. És a Krisztusnak, a tanúinak ereje van. Why? Miért? Because what our mouths say is ratified by a changed life. Mert amit a szánkkal kimondunk, az életünkből származik, az átalakult életünkből. Amen. You do believe that? Ezt elhiszitek? What our mouths say is proven by a changed life, our own life. Amit kimondunk a szánkkal, az bizonyítja a mi saját életünk. And people know that we're not just talking about something we heard about. They know we're talking about what we're living. És az emberek azt látják, hogy nem csak beszélünk valamiről, amit hallottunk, hanem ezt meg is éljük. Why? Miért? Because they see it's made a big difference in our lives. Mert látják, hogy valami nagy változás történt bennünk. We're getting along with each other. Együtt járunk. We have good marriages. Jó házasságaink vannak. We have good relationships in the church. Az egyházban jó kapcsolataink vannak. You know, my friends. Tudjátok, barátaim. I told you this morning I want you to be a full moon for Jesus. Mondtam nektek ma reggel, hogy azt szeretném, hogyha teli hold lennétek Jézus számára. And I believe that when you are a full moon for Jesus, what will happen? És hiszem, hogyha ti teli hold vagytok Jézus számára, mi fog történni? Gentiles will come to your light. A népek jönnek majd a világosságotokhoz. They will what? Mit csinálnak majd? They will come to your light. Jönnek majd a világosságotokhoz. Has anyone recently said to you? Mondta már nektek valaki mostanában? You know, you are so loving and lovable. Olyan szeretet van benned, és olyan jó téged szeretni. What's your secret? Mi a te titkod? You get along so well with everyone. Olyan jól jössz ki mindenkivel. Why don't you tell me what your secret is? Mondd el, hogy mi a te titkod. Has no one asked you that? Nem, senki nem kérdezte mostanában tőletek. You don't have to answer. Nem kell válaszolni.
But maybe they haven't seen it. De lehet, hogy azért, mert ezt nem látták rajtatok. My friends, when we reveal the glory of the Lord, Gentiles will come to our light. Tehát, hogyha bemutatjuk az Urat, akkor népek fognak jönni a világosságunkhoz. And we will be able to share with them something that has real meaning for them. És akkor be tudjuk nekik mutatni azt, ami valódi az ő számukra is jelentése van. Because they have seen what it's done in our life. Mert meg fogják látni, hogy mi az, ami történt a mi életünkben. And they will want that to happen in their life too. És azt akarják, hogy bennük is ugyanez megtörténjen. Amen. You see, my friends, how important it is. Látjátok, hogy ez milyen fontos. To reveal a Christ-like character when we're witnessing. Tehát, hogy bemutatni Krisztus jellemét, amikor tanúskodunk. This gives our witnessing an almost irresistible power. Tehát ellenállhatatlan ereje lesz a mi tanúskodásunknak. This is why Jesus had such tremendous power in his witnessing. Ezért volt Krisztusnak is olyan nagy ereje a tanúskodásban. Now, I'm not saying that everyone with whom we witness will be saved. De nem akarom azt mondani, hogy mindenki, aki látja ezt, megmenekül. Look at the life of Jesus. Nézzétek Jézus életét. But at least those who were willing to respond saw in his life a beauty that they wanted. De mindazok, akik akarták a változást és látták őt, akkor meg is változtak. And so they asked him. They wanted to know more so that they could become like him. Kérdezték őt, többet akartak megtudni azért, hogy olyanok lehessenek, mint ő. And what does he say to us? És mit mond nekünk? As the Father has sent me, so send I you. Ahogy az Atya küldött el engem, én is úgy küldelek titeket. Amen. We are to reveal his beauty to the whole world. Az egész világnak meg kell mutatni az ő szépségét. And if they want that beauty, they will ask us our secret. És hogyha látják ezt a szépséget, akkor megkérdezik majd a titkunkat. And we will be effective witnesses for our king. És akkor hasznos tanúi leszünk a mi királyunknak. There's one other point I need to make before we end. Mielőtt befejezzük, még egy dolog. We said earlier on. Korábban azt mondtuk, that we can only be effective witnesses for the king and fit citizens for his kingdom as we have a Christ-like character. Tehát, hogy csak akkor lehetünk az ő tanúi és az ő polgárai, hogyha Krisztushoz hasonló a jellemünk. Turn back with me to Isaiah chapter 60. Lapozzunk vissza Ézsaiás könyvének 60. részéhez. Isaiah chapter 60. Ézsaiás könyve 60. rész. I want you to notice something that we did not read this morning. Valamit nem olvastunk el ma reggel, és ezt tudnotok kell majd. The first three verses is where we focused all of our attention this morning. Az első háromra fókuszáltunk ma reggel. And that shows us that we cannot possibly be effective witnesses for the king without a Christ-like character. És innen azt láttuk meg, hogy Krisztus jelleme nélkül nem lehetünk tanúk. But we also said we cannot be fit citizens for the kingdom without a Christ-like character. De azt is mondtuk, hogy nem lehetünk polgárok Krisztus jelleme nélkül. Look at the end of verse 7. Nézzük meg a 7. rész végét. And I will glorify the house of my glory. És dicsőségem házát megdicsőítem. I will what? Mit csinálok? I will glorify the house of my glory. Dicsőségem házát megdicsőítem. What is that telling us? Mit mond ez nekünk? Who alone is going to be glorified by God when he comes? Kik fogják dicsőíteni az Urat, amikor ő eljön? Only those who have been changed from glory to glory. Csak azok, akik dicsőségről dicsőségre elváltoztak. And transformed by the renewing of their minds from glory to glory. Megújult az ő gondolkodásuk dicsőségről dicsőségre. They have become the house of his glory.
az ő dicsőségének háza lettek. You see, we were created to be filled with the Holy Spirit. Azért teremtettünk, hogy betöltsön minket a Szentlélek. We were created to glorify God even in our body as well as our spirit, which are His. Azért teremtettünk, hogy dicsőítsük őt a Szentlélek által. And what is Jesus here telling us? És mit mond itt nekünk Jézus? I will glorify the house of my glory. What is He saying? Megdicsőítem házát. He's saying for all of those who have been changed from glory to glory to glory. Azok, akik átváltoztunk dicsőségről dicsőségre. What will he finally do when he comes? Mit fog ő tenni, amikor ő eljön? He will glorify us. Megdicsőít minket. Please understand something important here, my dear friends. Emlékezzetek valami fontosra itt. So many people think. Sokan úgy gondolják. That they don't have to worry about becoming Christ-like in character. Nem kell aggódni amiatt, hogy hogyan lehet Krisztus jellemét örökölni. Because when Jesus comes, mert amikor Jézus eljön, he will change us. Ő megváltoztat minket. And we'll like him, and we'll like heaven, and we'll like all the good things that are there. Majd őt szeretni fogjuk, a mennyet szeretni fogjuk, és minden jó dolgot. That's not the way it happens. Ez nem így fog történni. Please hear me. Figyeljetek. Glorification is when this vile body is changed and fashioned like unto his glorious body. Amikor a mi testünk átváltozik, akkor az azt jelenti, hogy az ő dicsőséges testévé változik. Not our character, our body. Nem a jellemünk változik, hanem a testünk változik. Do I hear an amen? Hallok olyat, hogy amen. Character is changed during probationary life, my friends. A jellemünk a próbákban változik. Glorification is simply the finishing touch upon a life that has been changed from glory to glory. A dicsőség az majd az annak a vége lesz, amikor dicsőségről dicsőségre elváltozunk. At glorification, God will not change our characters. És ez nem azt jelenti, hogy a jellemünket változtatja meg Isten. We will have the same characters that we had when we died. Ugyanaz lesz a jellemünk, mint amikor meghaltunk. Or if we're alive, vagy ha élünk, akkor the same character that we have developed up to that point. Az lesz a jellemünk, amit addig kifejlesztettünk. The only thing God changes at glorification is our bodies. Az egyetlen, amit megváltoztat a dicsőségnél, az a mi testünk. This corruptible puts on incorruption, and this mortal puts on immortality. A halottból halhatatlan lesz. And this mortal puts on immortality. And this corruptible puts on incorruption. És a bűnösből már nem bűntelen. That's all that's changed when we're glorified. Ennyi változik meg, amikor megdicsőlünk. Not our character. Nem a jellemünk. Let me share something with you quickly here. Hagyosszak meg valamit gyorsan veletek. Turn with me to 1 Peter. Lapozzunk Péter első leveléhez. 1 Peter chapter 2. Péter első levele második fejezet. And verse 5. Ötödik vers. 1 Peter chapter 2 and verse 5. Péter első levele második fejezet, ötödik vers. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer a spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatotokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. What are we told here? Tehát mit mond itt nekünk? We are being prepared to be a spiritual temple for Christ. Tehát fel kell készülnünk, hogy épüljünk fel lelki házzá. A spiritual house. Egy lelki házzá. In which he will dwell. Amelyben ő fog uralkodni. Now in the type, the building of the physical sanctuary. Tehát, hogyha megnézzük a földi szentét. What did God do? Mit tett Isten? Turn to 1 Kings. Királyok első könyvéhez halapozunk. 1 Kings chapter 6. Hatodik fejezet. And verse 7. Hetedik vers.
And the temple, when it was being built, was built with stones finished at the quarry. Mikor pedig a házat építették, a kőbányának egészen kifaragott köveiből építették. So that no hammer or chisel or any iron tool was heard in the temple while it was being built. Úgyhogy sem kalapásnak, sem fejszének, sem valami egyéb vasszerszámnak pengése nem hallatott a háznak felépítésénél. Did you hear that? Hallottátok? Where were the stones shaped and fashioned into exactly the right size? Where was that done? Tehát hol készítették el a megfelelő méretre a köveket? At the quarry. A bányában. Not at the temple. Nem a templomnál. Do you see the parallel? Látjátok a párhuzamot? My friends, we are being shaped and fashioned now at the quarry, on planet Earth. Tehát a Földön, a bányában kell megfelelő méretűnek változnunk. All of the shaping must be done now on planet Earth. Minden változásnak itt kell megtörténni a Földön. There will be no shaping and fashioning later. It must be done now. Nem lesz változtatás később, csak most. Because when God assembles that temple on glorification day, tehát amikor megdicsőíti a szenteket, we will not be changed in character. Akkor a jellemünk már nem fog megváltozni. Are we clear on that? Ez világos? Let me read something here that's very interesting. Olvasok nektek valamit, ami nagyon érdekes. Spirit of Prophecy, Volume 3, page 40. Prófétaság lelke 40. oldal 3. kötetből. The stones were not prepared for their respective places just as they were about to be laid in the wall of the temple. A köveket nem akkor készítették el, amikor el akarták helyezni a templomban. All the fittings and planning was done previous to their being brought to the place of the building. Azelőtt alakították át őket, mielőtt elvitték az építkezés helyszínére. So it is that all the hewing, fitting and polishing of character must be done during man's probation. Tehát az ember próbájában kell megtörténnie minden alakítgatásnak és csiszolásnak. Did you hear that? Hallottátok? I must read that again. Újra fel kell olvasnom. So it is that all the hewing, fitting and polishing of character must be done during man's probation. Tehát a léleknek a csiszolását, alakítgatását az ember próbájában kell megtenni. When is man's probation time? Mikor van az ember próbájának ideje? Right now. Most. And there's very little left, my friends. És kevés idő van hátra, barátaim. It's time for us to cooperate with Jesus. Itt az ideje együttműködni Jézussal. Amen. Amen. Reading on. Tovább olvasom. When Christ shall come to earth, it will not be to purify and refine the characters of men. Amikor Krisztus eljön a földre, akkor már nem fogja átalakítani, megtisztítani a ember jellemét. And to fit them for heaven. És hogy megfeleljenek a menny számára. His work then will only be to change their corruptible bodies and fashion them like unto Christ's most glorious body. Az ő munkája akkor az lesz, hogy a romlandó testet átalakítja Krisztus dicsőséges testévé. Only a symmetrical and perfect character will in that day entitle men to the finishing touch of immortality. Csak egy szép és tökéletes jellem fog akkor megfelelni annak, hogy befejezze, csak akkor fogja befejezni a halhatatlanságra. I pray that that's clear to you, my friends. Bárcsak ez világos lenne számotokra. Glorification will not change our character. Tehát nem fogja megváltoztatni a mi jellemünket az üdvözülés. Changes our body. Csak a testünket fogja megváltoztatni a megdicsőülés. When must our character be changed? Mikor kell megváltozni a jellemünknek? Now. Most. Amen. Amen. Now. Most.
And there's not much time left. És nem sok idő maradt. Please know this, my friends. Bárcsak tudatosítanátok. I have such a need to talk to you about where we are in Earth's history. El kell nektek mondanom, hogy hol tart a földi történelem. You certainly know that the United States is just about to collapse financially. Biztosan tudjátok, hogy az Egyesült Államok a pénzügyi összeomlás szélén áll. If you don't know that, you should know that. Ha ezt eddig nem tudtátok, most már tudjátok. The US dollar is not going to last long. Az amerikai dollár nem sokáig fog tartani. And when it goes down, we'll take the entire globe down with us. És hogyha megbukik, akkor magával rántja az egész földet. We are all facing a terrible disaster ahead of us. Egy szörnyű katasztrófa felé nézünk. I'm telling you the way it is, my friends. Úgy mondom el, ahogy van, barátaim. And scripture makes it very clear. És az írás nagyon tisztává teszi. That at the end of time there will be a terrible financial crisis. Hogy az idők végén egy nagyon komoly pénzügyi krízis lesz. We are very close to the end. Nagyon közel vagyunk a véghez. We don't have any time to waste. Nincs idő, amit eltékozolhatnánk. Please learn that character building is the most important work ever entrusted to human beings. Kérlek, tanuljátok meg, hogy a jellemfejlesztés a legfontosabb feladat, ami emberre bízatott. And please be changed from glory to glory. És kérlek, változzatok dicsőségről dicsőségre. So that you can be an effective witness for the king. Azért, hogy legyetek tanúi királynak. And a fit citizen for the kingdom. És hogy megfeleljetek a királyság polgárjainak. And I promise you when Jesus comes. És megígérem, amikor Jézus jön. He will take you home. Hazavisz titeket. And you will be a part of that spiritual temple that will glorify him forever. És részesei lesztek annak a lelki templomnak, ami őt majd dicsőíti örökké. Amen. Amen. Please come back tomorrow. Gyertek vissza holnap, kérlek. I don't know what time we're meeting. Nem tudom, hánykor fogunk találkozni. But I promise you it's going to be important to come back. De ígérem, hogy fontos, hogy visszagyertek holnap. Will you come back? Visszajöttök. Not too many hands. Nem sok kezet látom. Please come back. Kérlek, gyertek vissza. You see, if you don't come back, I have to go on preaching this afternoon. Mert hogyha nem jöttök vissza, akkor folytatnom kell ma este. So come back. Tehát gyertek vissza. We have two more studies together. Még két tanulmány van, amit átveszünk együtt. Let's stand for prayer. Álljunk fel és imádkozzunk. Our Father in heaven, we come before you in Jesus' name. Mennyi atyánk, Jézus nevében jövünk hozzád. We are so thankful that we are accepted in Christ. Olyan hálásak vagyunk, hogy elfogadsz minket Krisztusban. And we thank you for blessing us with the presence of your Holy Spirit this afternoon. És köszönjük, hogy itt voltál Szent Lelked által ma délután. Father, may we recognize how vitally important it is what we're studying together. Annyira fontos, életbevágóan fontos az, amit ma tanultunk. Not only our own personal destiny is at stake. Mi hiszen a saját sorsunkat tétje. But the fulfillment of our mission as a church is at stake as well. De a mi missziónknak a célja, hogy a te egyházad is megtartassék. We must become Christ-like in character. Muszáj Krisztushoz hasonlóvá válnunk a mi jellemünkben. Only then can we proclaim the gospel with convincing power. Csak akkor tudjuk meggyőző erővel hirdetni az evangéliumot. Only then can we give the loud cry. Csak akkor tudjuk hangosan kiáltani az üzenetet. Not because we're shouting it, nem azért, mert kiabáljuk, but because we're living it. Hanem mert megéljük azt. And people know when they hear something out of our mouths that we really take it seriously. És az emberek tudhatják, hogy ami a mi szánkon kijön, az mi komolyan gondoljuk. Because our lives have been changed. Mert a mi életünk megváltozott. And when that happens, Gentiles will come to our light. És amikor ez megtörténik, akkor emberek jönnek majd a világosságra. Kings to the brightness of our rising. És királyok a mi fényességünk ragyogására. Father, everything's at stake. Jó atyánk, ez mind fontos. We must become Christ-like in character.
fontos Krisztushoz hasonlóvá válni jellemünkben. Bring us back again tomorrow afternoon. Hozz minket újra vissza holnap. This is our prayer in Jesus' name. Ez a mi imánk Jézus nevében. Amen. Amen.